Ha szeptember, akkor minden a szüretről szól Bácskos udvarán. A falu egyik legnagyobb számban látogatott rendezvénye az idén könyvbemutatóval és színházi előadással kezdődött. 1995-ben a szőlősgazdák úgy gondolták, hogy a barátkozás mellett a szőlészet tudományát és a borászat fortéjait összefogásban tudják majd továbbfejleszteni. Így jött létre a Riesling Szőlészek és Gyümölcsészek Egyesülete. Erről pedig könyv is született. A Riesling Egyesületek szűk 3 évtizede címmel. Erről az egyesület egyik tagja, a könyvszerzője mesélt nekünk. A következő években már rendszeresek voltak a borkóstolók, és odáig jutottunk el, hogy 97-ben már egy igazi egyesület is volt, és hát ezt mindig büszkén hangsúlyozzuk, hogy Vajdaságban az ilyen jellegű, tehát szőlészettel, gyümölcsészettel foglalkozó egyesület, mint bejegyzett, regisztrált szervezet nem volt azelőtt, és bizony elég sok akadályba ütköztünk, mire sikerült bejegyeztetni. Egy idős tagságról van szó, valójában már kezdetekben is idős tagság volt, és kitűztük mi célul, hogy fiatalítjuk a tagságot, de hát ez kismértékben sikerül. Úgyhogy mondhatnám azt, hogy ez a 3 évtized alatt hát olyan 250-nyi tag volt az egyesületben, és érdekessége még az is ennek a Bácskos-Hútfalvi Riesling nevű szervezetnek az, hogy nem csak helyi termelők vannak itt. És ugye itt vagyunk a Telecskai Dombokon, és hát a szomszédos falvakban is, Bajsán, Kerény, Sivac, Kulla, Cservenka is, és vannak ilyen jellegű szervezetek. Sőt, nagyon nagy eredménynek mondható szinte egy ilyen egyesületi összefogás, hogy amikor újból meghozta a szerb törvényhozó a bortörvényt és a borvidékekről szóló törvényt, akkor az itteni telecskai dombokat elismerte, mint önálló borvidéket Szerbia szintjén. Ez volt a 22. az országban. A születi napok apropóján egy könyv is kiadásra kerül. Mi mindent foglal össze, vagy milyen részt emel neki ebből a 30 évből? Hát igen, igen. Valójában ez a könyv a 30 éves Rieslingről szól elsősorban, de nagyon meg kell hangsúlyozni kell, hogy nem csak 30 évről van szó, a szőlészetnek van egy több évszázados hagyománya is, és amikor Ómaravicát, Bácskos-Hútfalvát újra betelepítették, mint pusztaságot, már akkor kijelölték a szőlészetre alkalmas területeket. És a kezdeti időszakban több mint 300 katasztrális hold területen volt szőlőskert. Gazdúram a kalapját fejére csapja. A szület napján izgatott mindenki, az ágy a testüket jókorán kiveti. A szőlőszületnek nagy hagyománya van Bácskos-Hútfalván, hogyan is zajlott régen, amíg napközben folyt a munka és a nők szedték a szőlőt, a férfiak puttonyba gyűjtötték a termést. A szület közben sokat énekeltek, tréfálkoztak, készültek a hagyományos szüreti ételek, és friss mustból sem volt hiány. Ha már ma nem is szüretelnek úgy, mint régen, az ünnepség és az ünneplés továbbra is megmaradt. Nagyon el vagyok ragadtatva magával, ezzel a mostani összejövetellel, mert nagyon szép számba összejöttünk, és úgy látszik, hogy a maraicai népnek szüksége van ilyen összejövetelekre. Szükség van arra, hogy legyenek ilyen vezetők, akik könyvet is írnak a múltról, a 30 éves régmúlt, mert az én fejős nagyapám is, nekünk is volt szőlőnk, úgyhogy nagyon sok jó emlékem van, és azóta, mióta már a családban nincsen szőlő, azóta eljárok szüretelni. Elhívnak, és akkor egy bizonyos kis órabérért, egy néhányan összejövünk, szüretelünk, de hát az olyan gyönyörű emlék, olyan élmény, hogy igazán az ember nagyon nagy boldogsággal tölti el. Magába a közösség. A közös munka, az a közös jó lét, hogy ott vagyunk, és beszélgetünk, társalgunk, nekem ez nagyon nagy boldogsággal tölt el.
A születet minden évben méltón meg is ünneplik, több helyszínen is zajlottak események, hegedűjáték és szólótánc is volt. A bácskosútfalvi Ady Endre Művelődési Központ néptáncosai ezúttal gömöri és délalföldi táncokat adtak elő. Táncosok közül jelenleg 80 gyermek táncol, a 4 évestől egész 30 éves korig, tehát az már nem is gyermek, hanem ifi. Tehát 80 gyerekkel foglalkozunk. Az Ady Endrében a tagokat, illetve hát egy 200-an biztos vagyunk, ha mindenkit beleszámolunk, a művészeket, a kézimunkázó asszonyokat, tehát elég népes csoportnak számítunk. A szület a különböző történelmi korokban mindig többről szólt, mint a földeken zajló munka, sokkal inkább ünnepnek számított, és számít még ma is, hiszen ilyenkor egy egész évi munkatermését gyűjtötték be a gyümölcstermesztők. Az idei rendezvény 3 napos volt. A falu központjában a bácskosútfalvi ifjúsági fúvószenekar muzsikált, de fiákeros és traktoros felvonulást is láthattak az érdeklődők. A rendezvényen több művelődési egyesület tagja is fellépett. 9-10 éve táncolok. Nagyon szeretem, mivel több hagyományt meg tudunk itt tanulni. Milyen táncokat táncoltatok, ha jól tudom, pénteken is és a mai napon is felléptetek? Idén gömöri táncokat vettünk át. Ez egy nagyon dinamikus és élvezhető tánc. A születi napok központi helyszíne idén is a Koplaló volt, ahol minden évben szép számban jelentkeznek a kulináris tudásukat összemérni vágyó versenyzők. Az idén 56 csapat üstjében rotyogott a birkapaprikás, amit persze zsűri véleményezett. Az igazi hagyományos birkapörkölthöz annyi kilogramm hagymát tettek a csikósok a pusztában, amekkora mennyiségű húsból készítették az ételt, és ehhez ugyanannyi dekagram paprikát és sót is tettek, valamint hasonló mennyiségű borsot. Zsíradékot a birka fagyúságától függően vizet épp hogy ellepje, mivel nem mindig volt náluk nagy mennyiségben. Továbbá 1-2 fejfok hagymát. A vékonyan kizsírozott pográcsokban általában alulra került a megperzselt csontos fej és láb, rá pedig a feleszín hús, majd a megdinsztelt hagyma, só, máj, tüdő és a többi hús, mesélte Kövér Gábor, executive chef, a zsűri tagja. Ez egy szabadtéri főzőverseny, szabadtűzön főzünk. Igaz, hogy nincs megszabva, hogy fával, gázzal, tehát hagyományosan mindenhogy lehet főzni. Itt most elvileg egy birka pörköltet, de a hegyi hagyományokhoz képest káposztás birkát főznek. Tehát eleve az ételből kiindulva meg kell néznem, hogy a jelleget adó anyagok benne vannak-e az ételből, abból állnak ki, tehát só, bors, paprika, hagyma, a hús, és ezeket nézzük, hogy milyen, hogy pörkölik meg, hogy adják egymáshoz, mert a hagyomány az, hogy pörkölt alapot készítek, tehát hagymát, zsírompirítok, stb. Ugye mindenki tudja, de nagyon sokan úgy főzik, hogy először felrakják a húst vízbe, és utána hagymázzák be. Tehát ez igazából nem a legjobb birkapörkölt, de így is meg lehet oldani, meg lehet csinálni. Ami nagyon fontos, a sózás, a sava a húsnak, meg az, hogy ne kerüljenek bele ez a idegen fűszerek. Tehát gondolom én itt rakta, hallottam már gyömbért, pizzafűszert, minden nap újítják a húst. Én arra kérem, akik most néznek bennünk, és hallják a műsorban, hogy hogy készül a birkapörkölt, hogy nem kell, az az igazi őseink hagyományos ízét főzzék bele. Magyaros birkapörkölt és magyaros birkapörkölt között van különbség itt a Vajdaságban és Magyarországon, van-e eltérés a kettő? Hát igen, természetesen van. Főleg mondom a karcagi rész, a turkever rész, mezőtúr rész, a kunsági birkák, azok teljesen máshogy főznek. Ott azon a részen, tehát turkevén, mezőtúron a fejét is belefőzik. Karcagon is a karcagi birka főző versenyen, hát innen Vajdaságból biztos sokan voltak már, hiszen Tesóváros maga Karcag is. Ott láthatják, hogy megpörkölik a birka fejét, és azzal kezdik főzni. És azt mondják, hogy abba a üstbe, amikor a birka fej feljön, akkor készül el a birka pörkölt. A helyi és a szomszédos települések csapatai mellett Magyarországról is érkeztek versenyzők. Szombos István 4 fős csapatával második alkalommal vett részt a főzőversenyen, mint mondta, mindig hagyományos módon a megszokott fűszerekkel készíti a pörköltet. Csak a hagyományos só, paprika, piros paprika, csöves csípős paprika, illetve bors meg fokhagyma. Semmi más nem szoktunk beletenni. Mennyi ideig kész?
Hát ugye ez attól függ, hogy mennyi idős a birka is. Mi azt mondják, hogy minél öregebb, annál finomabb, annál tovább kell főzni. Ahány éves a birka, annyi ideig kell főzni. 5 éves birkát 5 órán keresztül kell főzni. Tavaly sikerült helyezést elérni, bár tavaly csirkét főztem, ilyen betyáros csirkepörköltöt, azzal szerényen, de első helyezett lettem itt. Hogy ezzel sikerül-e, elsősorban inkább a társaság miatt vagyunk itt. A jókedv miatt, a jó idő miatt főzünk, eszünk, jól érzünk munkat, az már csak habatortán, hogyha ne adj Isten, helyezés is ér az ember. Kassa Attila egy egész sátornyi asztaltársasággal érkezett a rendezvényre, amelyre elmondása szerint minden évben aranyérmes ételt készítenek. Mink úgy főzzük, hogy nem a helyi bácskosultfalviasan főzzük, hanem sokat járunk ki Karcagra, és akkor próbáljuk a karcagi birka főzés, meg az ittenit úgy összevegyíteni, nekünk így ízlik, mink rakunk bele utoljára káposztát, és akkor főzünk 12 kg húsból, birkából, meg közben szacsot csinálunk, meg a fiúk nem sokára elkezdik, mert nem mindenki szereti a birkapaprikást, pörköltet, akkor elkezdik sütni a csirkehús szombat, ezt aztán szroston. Csapat, említettem, hogy több éve részt vesznek ezen a versenyen. Mik a tapasztalatok? Milyen a jó pörkölt, vagy mit figyel a zsűri legjobban? Mind lehet elcsúszni? Hát mindig azt mondják, hogy a sóra kell vigyázni. Azon lehet elcsúszni. Ne legyen erős, nagyon erős, meg ne legyen sós. A többi az már adott. Az idei évben sajnos a szárazság komoly fejtörést okozott a gyümölcs és szőlészeknek, ugyanis többnyire mindenből kevesebb termett, a gyümölcsök többsége pedig a megszokottól korábban ért be. Nem beszéltünk fél termésről sem, mert voltak azok a tavaszi fagyok, azok elég jól megsínlették a gyümölcsöst, ugye nagy kárt csináltak, de a szilvát muszáj volt leszedni, mert annyira száraz a szilva, hogy ugye megszoktuk, mikor egy szilvát leszedünk a fáról és tesszük a cefrébe, belarapunk, vagy magozzuk, akkor az egy leveses gyümölcs. Na most ezt nem mondhassuk el, most egy nagyon, nagyon száraz gyümölcsről beszélünk. Úgyhogy sajnos ez az idei ilyen, de én attól úgy gondolom, hogy abból is egy nagyon jó pálinkát tudunk majd főzni. Most vittek már többen, meg főztünk legfárt is belőle, mondjuk ott nagyon jól mutatkozott. A szőlőnél, ugye ott is, ugye nálunk ezek a telecskai dombokon van lent is szőlő, fönt is szőlő, és ezeket a lenti völgyes részekben sajnos elég jó elfagytak a szőlők. Én most még a szerencsésebbek közé tartozok, mert nekem legalább nincsen szőlő, kicsit följebb vagyok, és nekem megmaradt. Bíztam is benne, hogy egy szép termésem lesz, de sajnos ez a szárazság véget, nincs nedvesség a szőlőben. Hiába volt most egy tonna valamelyik fajtából, a cserszegiből, mikor elkezdtük préselni, nem jött a lé belőle. Szóval nem volt benne nedvesség, mert már azért is szedtük le korábban, a cukorfok az már nagyon jó volt, meg a savtartalom is, de le kellett szedni korábban, mert a szőlőtők elkezdte magát védeni, és a bogyókból már szítta ki a nedvességet, és úgy aszaladtak össze a szemek. De én úgy gondolom, hogy ebből egy nagyon jó bor lesz az idejében, majd most már lassan fejtsük át a pincébe a borokat, és akkor lassan már lehet kóstolni az új bort. Jelenlegi formájában 2009 óta kerül megszervezésre a Bácskosudvarfalvi szüreti ünnepség. Idén különlegességként borutcával is készültek a látogatóknak. Este 6 órakor indítottuk, nagyon hangulatos, borozós, tényleg ilyen jókedvű borutcára sikerült. Jó volt a zenekar, a kontrabajandó zenélt, jó volt a DJ, jó hangulatot teremtettek, és 6 órakor egy gyönyörű divatbemutatót láthatott a közönség, ami először volt a faluban. A Szabadkai Donna butiknak a menyasszonyi ruháit, alkalmi ruháit, első áldozó ruháit láthatta a közönség, helyi manökenekkel, helyi fodrásszal, helyi sminkessel, és ez még egy plusztot adott a közösségnek ilyen szempontból. Pálinka készítése nem csupán mezőgazdasági munka volt, hanem szertartás, igazi közösségi élmény, amelyben az egész közösség részt vett. Az ehhez hasonló rendezvények a közösség megtartás mellett a mezőgazdaságot, mint tevékenységet is népszerűsítik, mondta Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkár helyettes.
a szüreti napok ünnepség sorozattal a szüretre, a szőlészetre, a gyümölcsészetre hívjuk fel a figyelmet, annak szépségeinek, rejtelmeinek, rejtelmeibe vezet be bennünket, és itt olyan programokat láthatunk, amelyek nagyon fontosak a közösség kultúrája szempontjából, annak megőrzése, annak eltörökítése szempontjából, nagyon jó szórakozási lehetőséget is nyújt. A birkapörkölt, ahogy azt előbb is beszédemben kiemeltem, szorosan kötődik a moravicaiak, illetve a bácskos útfalviak gasztrokultúrájához, ugyanis a nagykunságból származnak, onnan az Alföldből jöttek ide erre a vidékre, ahol jelentős juhtenyésztést folytattak, és azt a kultúrát átörökítették, áthozták ide, és itt már évtizedek, évszázadokon keresztül ezt töretlenül művelik és éltetik, és ez is egy olyan kulturális hagyományápoló esemény, amely fontos mindahhoz, hogy itt magyarként nemzeti önazonosságunkat meg tudjuk őrizni, és azt tovább tudjuk adni a fiatalabb nemzedékek számára. A koplalom mustkóstoló és kézműves kirakodó vásár volt, majd a gyerekeknek happartival, a felnőtteknek pedig diszkóesttel készültek a szervezők.